Magyar Szocialista Párt véleménye szerint mindig akkor éleződik ki a devizahitelesek problémája, amikor a forint árfolyama gyengül. Most is erről van szó. Véleményünk szerint a forint értékállóságának a helyreállítása oldaná meg a devizahitelesek problémáját. Kormányváltáskor 180 forint volt egy svájci frank. Ez az árfolyam gát, ami most sürgősséggel a parlament elé kerül, hogy meg legyen hosszabbítva, véleményünk szerint csak elodázza a problémát. Ez nem valódi megoldás. Mi úgy gondoljuk, hogy valódi intézkedéseket kellene tenni a forint árfolyamának javítására, ami most történik, pont az ellenkező. Tehát Matolcsy György, mint leszerepelt gazdasági miniszter, akinek az ideje alatt közel 20%-ot romlott a forint értékállósága, a Nemzeti Bank élén hasonló hazárdőr politikát folytat. Ebből jó nem fog kijönni. Tehát ez a nagy hír, hogy az árfolyamgát intézményét megkívánják hosszabbítani, az MSZP véleménye szerint nem megoldás. Átmeneti megoldást jelentene a szociális bérlakás program felfuttatása, hogy a lakhatás legyen biztosítva azoknak az embereknek, akiknek most a devizahitel problémát okoz, illetve hosszú távon mi úgy gondoljuk, hogy egy hiteles gazdaságpolitikára lenne szükség, és nem a forint további gyengítésére.